Köszöntöm kedves nézőinket, engem Kelemen Dánielnek hívnak, ügyvéd vagyok a PwC Magyarországnál. Mai beszélgetőtársam Juhász Gergely, aki a PwC Társasági Adósztályán partner. A témánk ma ismét a kriptovaluták, ezúttal a társasági adó és számviteli kezelésük. November 8-án, mint azt már korábban említettük, konferenciát tartunk a Wolters Kluwerrel közös szervezésben. Erre a konferenciára szeretnénk egy kis kettcsinálóval szolgálni. Gergő, társasági adó és számviteli kezelése, ha jól tudom, nem egyszerű a kriptovalutáknak. Tudnál mondani pár gondolatot, hogy mik jelentik a legnagyobb kihívásokat? Hát ugye erről rögtön az jut eszembe, hogy mi egyszerű a kriptovalutákkal kapcsolatban, legalábbis ami szabályozási kérdést illet. Valóban a társasági adó és a számviteli kezelés nem egyszerű. Leginkább az jelenti a kihívást, hogy ez egy nagyon új dolog, nagyon sokféle, nagyon különbözőek tudnak lenni a különböző kriptoeszközök, nyilván vannak bizonyos hasonlóságok, és ezt nagyon nehéz megfogni, és nincsen még nagyon nemzetközi tapasztalat sem ebben. Tehát leginkább ez jelenti a kihívást, hogy ma egy olyan környezetben kell meghatározni a számviteli és az adókezelést, amilyen környezetben igazából specifikus szabályok erre nincsenek, ami nyilván bizonytalanságot visz minden értelmezésbe. És akkor, ha jól értelek, a számviteli szabályozásnak kulcsfontossága van. Vannak esetleg szabályozási megoldások, nemzetközi gyakorlatok, amiben lehet mégis kapaszkodni, ami érdemes megemlíteni? Hát Magyarországon kulcsfontosságú a számviteli szabályozás az adó kérdések eldöntéséhez, mert a magyar adórendszer, a magyar társasági adórendszer az a számviteli adózási előtti eredményen alapul. Ez nem minden országban van így, tehát van, ahol egy teljesen külön adószámvitel van, nem pedig a kötelező pénzügyi beszámoló szerint eredményből indulnak ki. De vannak példák, de azok is szűkösek. Ugye az IFRS, a nemzetközi számviteli standardok foglalkozik a kérdéssel. Előrébb jár, mint a magyar számviteli szabályozás, én azt gondolom, de még ott sem sikerült teljesen megugrani, hogy mindenféle típusú eszközre legyen konkrét szabályozás. Amúgy egyébként az IFRS amúgy sem az a típus, ami tételes szabályokat hoz mindenre, hanem leginkább egy ilyen valós tartalom, valós körülmények és feltételek alapján dönti el, hogy mi hogyan kezelődik. A magyar számvitelben gyakorlatilag semmilyen szabály nincsen. Értem, és az IFRS mond valamit, vagy ha igen, akkor melyik típusú kriptovalutára? Az IFRS a fizetési tokenekre vonatkozóan alkotott konkrét iránymutatásokat, ugye attól függően, hogy milyen típusú, ez lehet készlet vagy immateriális jószág. Értem, ha nem fizetési token, ugye ha jól értem, a fizetési tokenekre van legalább valamilyen kapaszkodó, ha nem fizetési token, hanem mondjuk utility token, vagy valamilyen másfajta kriptovaluták színes világából egy másfajta típusú token, akkor arra van bármilyen megoldás? Létezhet, ez egyébként már olyan mélység, amiért azt gondolom érdemes elolvasni a könyvet. De alapvetően itt a válasz röviden az, hogy mi is olyanok vagyunk, mint ti ügyvédek, hogy a joghoz értetek, de mindig van valamilyen alapprobléma, amit a jogrendszerébe kezelnek, és ahhoz meg kell tanulni például egy műhibaperekkel foglalkozó ügyvédnek. Nyilván először meg kell érteni az orvosi fogalmakat, és aztán utána el tudja dönteni, hogy képviselje az ügyfelét, vagy hasonlók. Nálunk is ez a helyzet, ahhoz, hogy a számviteli besorolás, majd azt követően az adókezelést meg tudjuk határozni, ha nincsenek konkrét tételes szabályok, akkor azt kell megértenünk, hogy az az adott utility token, vagy az NFT, vagy egyéb más eszköz, az pontosan hogy működik, milyen tulajdonságai vannak. Világos, értem, köszönöm szépen. Akkor ami biztos, az a bizonytalanság, ha jól értem, de igyekszünk ennél majd többet mondani, és részletesebben a konferenciánkon. Ahogy említettem, november 8-án várjuk Önöket szeretettel. Remélem, hogy minél nagyobb számban részt tudnak venni az eseményen.